Szia, itt Barna egy újabb online barkás tutoriállal. Ebben a videóban megmutatom, hogyan kapcsolt ki egy specifikus kategória címét egyszerűen GeneratePress sablonodnál. Elsőnek lépjünk be, mint WordPress admin, majd menjünk a bejegyzés kategóriák menübe. Húzd az egered a kiválasztott kategória fölé, majd a lapalján látható linkből jegyezd fel az ID számot. Következő lépésnek menjünk a weboldalon kezdőlapjára, majd nyissunk meg egy bejegyzés kategóriát, melyet módosítani szeretnénk. Ez azért fontos, hogy a szerkesztés alatt azonnal lássuk, mit csinálunk. Kattints a testreszabás gombra, majd a lista alján keresd az egyedi CSS opciót. Ide egy egyszerű másolás és beillesztéssel add hozzá a videó leírásából a CSS kódot, majd az X-et írd át az előbb feljegyzett számra. Mint láthatod, a kategória alap címe eltűnt, de a másik kategóriánk címe érintetlen. Ha szeretnéd visszaállítani, csak töröld a kódot és kész is van. Hogy befejezzük a munkánkat, kattints a mentés és közzététel gombra, illetve hogyha használsz bármilyen caching bővítményt, ne feledd üríteni. Remélem hasznos volt ez a videó, ha igen, kérlek dobj egy lájkot, oszd meg másokkal is, akinek szüksége lehet rá, iratkozz fel és nyomd meg a kis harangot is, hogy ne maradj le a következő videómról se. Addig is, szia!